Ukrajna. Belarusz önkéntesek a számüzetést is vállalva segítenek. Szerbia. Varrásterápia a családon belüli erőszak áldozatainak. És Olaszország. Egy orvos, aki lóháton érkezik. Köszöntöm Önöket, ez itt az Európa a Deutsche Welle hírmagazinja. Oroszország már Belarusz területről is támad, legalábbis az ukrán kormány jelentése szerint. Közben egyre több belarusz önkéntes menekül át Ukrajnába, hogy csatlakozzon az oroszok elleni harchoz, annak ellenére is, hogy Lukasenkát szoros szálak fűzik Putyinhoz. A belarusz katonákat az sem rettenti el a harctól, hogy így hazájukból örökre száműzve lesznek. A Deutsche Welle stábja velük forgatott. Ma még golyók nélkül gyakorolnak, hamarosan viszont a jövőjükért küzdenek ezek a férfiak. Az ukrán hadseregben szolgálnak, pedig mindannyian belaruszok. Alexej 8 évvel ezelőtt vonult be, a majdantéri tüntetések után, amelyek megbuktatták Ukrajna akkori orosz barát kormányát. Ukrajna a volt Szovjetunió egyik utolsó szabad országa. Ha a majdantéri tüntetések alatt elveszítette volna szabadságát, ha elnyomták volna őket, az az egész régiónak elvette volna a jövőjét. Nem csak Ukrajnáét, de Belaruszét is. Mára a több száz belarusz önkéntes saját ezredet kapott az ukrán hadseregben. A legtöbben 2020-ban menekültek ide, amikor Alekszandr Lukasenka belarusz diktátor erőszakkal oszlatta fel az ellene szervezett tüntetéseket. Ez a férfi, aki nem akarta, hogy eláruljuk valódi nevét, részt vett az akkori demonstrációkon. Azt reméltük, hogy békés úton tudjuk megbuktatni. De a reményeink szerte foszlottak, a rezsim pedig megmaradt. A belarusz önkéntesek azt remélik, ha Putyin elveszíti a háborút, akkor Lukasenkának is mennie kellene. Számukra az ukrajnai háború hazájuk jövőjéről is szól. Amíg nem változik a helyzet, nem térhetnek vissza. Otthon minimum életfogytiglani börtön várna rám, legrosszabb esetben kivégzés. Rám foghatnák, hogy szélsőséges vagyok, amiért részt vettem a 2020-as tüntetéseken. Most pedig még zsoldoskodással is vádolhatnának a háborúban való részvételért. Közben Alexej újoncokat képez ki, mivel a háború második hetében megsebesült. Felderítő bevetésen volt Bucsában, amikor egy gránát leszakította a lábát. De nem adja fel. Egy jobb lábprotézisre vár, amellyel ismét a front közelében szolgálhatna. Azt mondja, minden áldozatot meghozna azért, hogy legyőzzék Putyin hadseregét. Bulgáriában több tízezer ukrán talált menedéket a háború kitörése óta. Sokan a Fekete-tenger partján kaptak szállást. A hotel tulajdonosok azonban a szezon indulásával most szabadulnának tőlük, mert azt mondják, a bolgár kormány által nyújtott támogatás már nem fedezi a költségeiket, inkább a turistákat fogadnák. A bolgár tengerpart júniusig közel 60 ezer ukrán menekült kapott itt szállást, most viszont menniük kell, mert a kormány az eddigi 20 euró helyett már csak 8-at fizet a szállásadóknak. Így pedig már nem éri meg nekik. A fő bevételi forrásunk a turizmus. Ebből élünk. Így a menekültek a nyári szezonban sajnos nem maradhatnak. Karina és Marina Potapenko azon kevesek egyike, akik mégis maradhatnak, mivel beálltak idénymunkásnak. A Harkivból származó barátnők otthon egy virágboltot vezettek. Itt most felszolgálni tanulnak. Nem tudunk előre tervezni. Nem tudjuk, mi lesz holnap, de szeretnénk itt maradni és dolgozni a nyáron. Hogy hány turista jön a menekültek helyére, még nem tudni. Egy biztos, a jól fizető orosz vendégek a szankciók miatt az idén elmaradnak. Az ukrán menekültek áthelyezésével azonban sok burgászi egyetért. Azt hiszem, eleget segítettünk már. Nem kell ennyit segíteni nekik. A menekültek ellátása továbbra is fontos kérdés Bulgáriában. Sok az önkéntes segítő, és Szófiában például több szovjet emlékművet is az ukrán lobogó színeivel festettek át.
Gyakoriak az orosz ellenes tüntetések is. Ugyanakkor a felmérések azt mutatják, hogy a bolgárok egyharmada továbbra is pozitívan ítéli meg Putyin orosz elnököt. Marina és Karina keveset éreznek ezekből a vitákból, inkább a gyerekeikkel töltött időre koncentrálnak. Még akkor is, ha erős a kontraszt. Itt tengerparti idill, a túloldalon viszont háború, erőszak és halál. Még mindig bombázzák a lakóházakat. Harkivot többnyire éjszaka. A helyzet nagyon feszült, ezért még nem tudunk visszatérni. Marina lánya, Alina elsírja magát, amikor meghallja szülővárosa nevét. Minden rendben lesz. Alina, nyugodj meg, minden rendben lesz, cicám. Haza fogunk menni. Alina már nagyon szeretne iskolába járni, de ez Bulgáriában egyelőre nem lehetséges. Bürokratikus akadályai vannak, mondja a kormány. Ez pedig megnehezíti a beilleszkedést. Itt a munka szezonális, és amikor véget ér, nem lesz munkánk. Munkanélkül pedig nem tudjuk etetni a gyerekeinket, és nem lesz szállásunk sem. Olyan helyet kell találnunk, ahol úgy kereshetünk pénzt, hogy előteremthessük a gyerekeinknek, amire szükségük van. Így valószínűleg nem sokára Marina és Karina is követi majd azokat a honfitársaikat, akiknek már most el kell hagyniuk a tengerparti városokat. A családon belüli erőszak egyre nagyobb probléma Szerbiában. Az elmúlt 16 évben csaknem meg négyszereződött a regisztrált esetek száma. Kiszállni egy bántalmazó kapcsolatból nem könnyű, újrakezdeni még nehezebb. Ebben segít most egy varrónőkből álló csapat Zomborban, ahol szakmára tanítják az elmenekült nőket, és segítenek nekik saját lábra állni. Nagy bátorság kellett hozzá, hogy ki tudjak lépni a bántalmazó kapcsolatomból. Sok nő nem meri ezt megtenni, mert nem tudják, hogy kezdjenek előről mindent, főleg ha gyerekeik vannak, munkájuk viszont nincs. Újrakezdés a nulláról. A családon belüli erőszakot elszenvedő embereknek ez jelenti a legnagyobb kihívást, miután elhagyták az otthonukat. Az anyagi nehézségek miatt az érintett nők 30%-a visszatér bántalmazójához. A zombori varrónők szociális központ dolgozói azon vannak, hogy megfordítsák ezt a trendet. Új szakmára tanítják a nőket, hogy azok a saját lábukra tudjanak állni. Ezért hoztuk létre a szervezetünkön belül az önálló lakhatás támogató programot. A rendszerből kikerült nőket segítjük a számlák, az alapkiadások, a gyermekek tankönyveinek kifizetésében és gyermekeik egészségének gondozásában. Az elmúlt két évben a szociális központ mintegy 15 nőnek segített. Jelenleg 9 nő van náluk. Többségük nem tudott varni, amikor ide került, de hamar megtanulták a mesterséget. Minden nő örül, amikor megmutatom, hogyan kell megvarni egy ruhát. Aztán, amikor egyedül is meg tudják varni, ragyognak a boldogságtól. Nagyon jó, ha saját kezűleg alkotsz valamit, főleg, ha előtte erre nem volt lehetőséged. Vagy senki nem hitt benned, hogy képes vagy rá. Ezek a nők már kezdenek hinni magukban. Vállalkozók lettek, akiknek a ruhái a belgrádi Fashion Week-re is eljutottak. Nagy sikert arattunk ott. A varrással tulajdonképpen a sebeink egy részét vartuk el. A bemutató pedig a legnagyszerűbb bizonyíték volt arra, hogy valamit tettünk önmagunkért. Az itt dolgozóknak új terveik is vannak. Egy varró központot szeretnének nyitni. Lesznek itt varrodák, tantermek és játszószobák a gyerekeknek, valamint szállás olyan nőknek, akik nem számíthatnak állami támogatásra, jogi és pszichológiai segítségre. Ahol a rendszer megszűnik, ott a zomboli varrónők folytatják. Régebben gyáva voltam, ha szabad így fogalmaznom. Egyre csak azt hajtogattam, hogy sikerülhetne ez nekem. Most meg alig ismerek magamra, az erőre, amivel rendelkezem. Nőként nem vagyunk kötelesek elviselni a lelki és testi bántalmazást. Minden nőnek harcolnia kellene a jogaiért, nem szabadna meghajolniuk senki előtt, hiszen ők a legfontosabb elemei egy háztartásnak. Ahogy ők mondják, a varrás kreatív ereje és az anyagi függetlenség visszahozta rég elvesztett szabadságukat. Lóháton jár munkába egy orvos Olaszországban.
Roberto Anfosso azt mondja, így már a puszta megjelenése is gyógyít. Az orvos autó és busz helyett inkább a lovára pattan, és úgy megy beteglátogatóba a Hegyesdombos vidéken. Ambra és Roberto, egy elválaszthatatlan páros a Piemonte lángéban. Itt nem kirándulni indultak, hanem a munkába. Io faccio il primario e loro fanno gli assistenti. Én egy főorvos vagyok, a ló pedig az asszisztensem. A ló egy jó barát, egy üzenet, amit a betegeimnek viszek. Ai miei pazienti. Robertónak minden reggel asszisztense felkészítésével kezdődik. Prego. Ciao, Ambra. Szia, Ambra. Ciao, bellissima. Servus, szépségem. Guarda il bombo che ti ho portato. Guarda. Hoztam neked egy cukorkát. Guarda il bombo. Ambra è la mia nuova... Ambra az új lovam. 3 éve van nálam. 3 anni a questa parte. Medico che viene col cavallo è un medico che dedica del tempo. Egy orvos, aki lóháton érkezik a betegeihez, azt üzeni, hogy időt szakít rájuk. És már önmagában az, hogy az emberek tudják, hogy az orvos időt szán rájuk, jót tesz a betegeknek. Már ettől jobban érzik magukat. È un qualche cosa che fa star meglio il paziente, lo fa sentire più a suo agio. Roberto 4 évtizede dolgozik ebben a körzetben, de csak 15 éve kötötte össze a hobbiát a hivatásával. Fontos, hogy így is minden helyzetre fel legyen készülve, mondja. In uno di questi bisacci c'è tutta la mia attrezzatura da medico, nell'altra. Ebben az oldalzsebben van benne minden, amire szükségem van, ha a betegeimhez megyek. A másikban van minden, ami ahhoz kell, hogy megkössem a lovamat, amikor ellátogatok a betegekhez. Egyszer már elszökött tőlem, amíg egy beteget vizsgáltam. Kitépte magát a karabinerből és elszaladt. Roberto Anfosso 1500 beteget lát el Piemont dombos borvidékének falvaiban. A mai első paciens Adele Altare borász. Buongiorno. Jó napot! Jó napot, doktor úr! Come andiamo? Hogy van? Come va? Jól. Bene. Milyen jó, hogy újra ellátogatott hozzánk. Certo. Ez csak természetes. Leparkolom a lovamat, és mindjárt jövök. A mostani csak egy rutin látogatás. A vérnyomás jól néz ki. 120 és 80 között van. Ez így rendben lesz. Mindig örülök, amikor jön, hiszen így volt ez régen is, amikor még nem voltak autók. Ez egy nagyon szép dolog. Nei tempi che non c'erano le macchine. No, è una cosa bella. A földi boldogság lóháton érkezik, tartja egy német mondás. Roberto Anfosso minden nap megéli ezt a boldogságot. Ez volt az Európa Jó, a Deutsche Welle hírmagazinja. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A következő hetekben legérdekesebb riportjainkból láthatnak majd összefoglalót, akkor is várjuk Önöket. Addig is kövessék a Deutsche Welle magyar nyelvű tartalmait a DW Magyar Facebook és YouTube oldalán. Vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!